Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban nyugodt idegekre és ügyes kezekre lesz szükségetek. Ezek mi vagyunk. Ezek ti vagytok? Nyugodt idegek. Vagy csak én. Ügyes kezek. Akkor tudod szerelmem, akkor ez szerelmem. Magabiztosság, higgadság, szerelmem. Jó, várj! Elkezdem itt. Nem? De. És ezt most itt meg fogjuk mutatni mindenkinek, hogy jók leszünk. A Csabinak ügyes a keze, én meg ő a nyugodt amúgy. Nekem nem ügyes a kezem, és nem vagyok nyugodt soha. Akkor minden az én kezemben van. Nálatok mikor kerül feldíszítésre a fa? Amikor Bogi mondja. Nekünk mindig utolsó pillanatban, szerintem szentes előtt egy-két nappal. Nálunk, nekem még ugye van a húgom, a kis húgom, aki még hisz a Jézuskába, úgyhogy a Jézuska hozza. Úgyhogy amikor el kellett vinni valahova így, hát előző nap este vagy 24-e reggel, el kell, hogy menjen valahova, mindig jól valami találva, és akkor a Jézuska hozza. De én soha nem díszítem, tehát hogy én nem megyek haza, inkább beszekedni. Nálunk a fa az mindig 24-én kerül feldíszítésre. Ennek van egy régi, jól bevált protokollja. 24-én reggel elrohanunk fát venni. Leakudjuk felére, igen. És délután pedig feldíszítjük. De eddig ugye egy karácsonyunk volt együtt, és most, akkor lesz, mondta, most lesz a második közös karácsonyunk, és Bogi fogja mondani, kicsim. Van-e valamilyen emlékezetes vitátok, ami karácsonykor volt ezzel az egésszel kapcsolatban? Nekem az egy olyan vita volt a testvéremmel, emlékszem, mindig amikor be voltak csomagolva az ajándékok, akkor megtippeltük, hogy a Jézuska kikinek hozta, és nyilván a legnagyobb az apukámé lehetett, de nem, mert az enyém volt, én egy Barbie házat kaptam, és összevesztünk, vagy hát ő összeveszett velem, hogy ez mennyire igazságtalanság, ez nagyon megmaradt. Kicsim, akkor úgy lesz, hogy 23-án ajándékozunk, jó? És akkor 23-án feldíszítjük a fát, és akkor ajándékozunk is, és akkor kikelek reggel, mondom, boldog karácsony, kicsim, akkor ajándékozzunk. Ajándékozzunk, és hát 23-án, és hát akkor rájöttem, hogy Peti nem az, akinek gondolta. Tavaly is összevesztünk a fán, nem? Fán. Hát azon, hogy neked nem tetszett a fa, amit nagy nehezen kiválasztottunk. Mert fél oldalas volt, és én nem szeretem azt, amikor így fél oldalas a fa, és akkor Ági azt mondja, hát betesszük a sarokba. Egyszer a nagymamámmal annyira összevesztem, hogy át se jött ünnepelni, ez tavaly volt egyébként, hát, mert így szomszédban lakunk, ő otthon maradt, mi úgy nem szóltunk egymáshoz, mindenkivel összeveszett, és hát a húgom átmehetett hozzá, ja, besengedett magához, a húgom átmehetett, hogy odaadják az ajándékot, de senki más, úgyhogy ez az egy volt. Az első feladat a fa befaragása a talba. 20 pontért? 20 pontért? Azért 100-at az, aki be. Tehát én akkor felülhetek ide, nem? És akkor így mondom, hogy vagy mondta, hogy baltát. És a lényeg, hogy a gyorsaságra megy minden, tehát van egy időlimit a minden feladatnak, és abból, ha kifuttok, akkor már nem is tudjátok teljesíteni. Olló van, oké? Az az, ami te dolgod lesz. Miért? Hát mert úgy kész le kell szedni. Ja, az jó, azt leszedem. Szóval az igazság, hogy évek óta nincsen igazi fenyőnk, és természetvédelmi okokból nincsen igazi fenyőnk, mert azt gondolom, hogy már a szellemisége rossz annak, hogy fát vágjunk ki, bármilyen apropóból. Úgyhogy ezt lemondanak erről a 20 pontról. Egy órákig reszelhetsz. Igen! 3, 2, 1. Jó, először ezt gyorsan kicsavarjuk. Olló. Azt levágod, innen. Az a baj, hogy lefestették a csavart is, és mivel le van festve a csavar... Nem tudom kicsavarni. Gyere, kicsavarom. Tyú, gyere hátrébb. Nem tudom, hogy tudok-e? Tyú, új. Meg. Fogod? Nagyon. Ó, hát ez sima lesz. Leütjük a... Ez a legegyszerűbb. Hát? Nem, egyszerűbb azok olyan nagyok tűnnek, azok a fűrészek. Hát de most fűrészelgetett fogod és lebaltázod. Fú, hát ilyet ugat nagyon ciki lesz. Jó, ó, bőven jó. Áh! Ó, ez tényleg jó. Ó! Te forgatod? Ez úgy van, hogy ez direkt dísz lesz külön. Szerintem még, na, még nem jó. Még kell belőle. Tartom. Ú, de jó illata van. Jó, forgass. Mindig a vége szokott szíves lenni. Nézzük. Benne van. Kész. Júj, oké, meg lesz. Lefixeljük a csavarral. Azt hiszem, itt lesz egy szép fa. Fel lesz állítva. Stabil. Áll. Mondottam, díszítünk, közben kis... Tavaly is hívtatok, akkor pálinkát kellett inni. Én szívom meg mindig. Ez
szegény, mindjárt elkezdek, mindjárt megcsalnál. Most a mikrofon úgy nyomjatok azt. Az időtök 1 perc 40 másodperc. Úristen, most nézzük meg. Figyelj, izomból. Én ebbe bízok. Na! Ez azt jelenti, hogy megvan a 20 pont. 20 pont? Abszolút, egyenesen áll a fa. Stabil. De mi lehet az 50 pontos feladat? Jó. Nagyon szép lett. Király. Kész vagyunk. De vehetnénk fel karácsonyi pulcsit is, ha már most már van fenyőfán. Ó, köszönjük. Szóval az első feladatban 5 pontot szereztetek, a következő feladatban 10 pontot tudtok szerezni. 2 perc az időlimit. 2? Második feladatotok. Ja, ott mindenki zenél. Az összegubancolódott égősor kibogozása és felrakása. Oh. Időlimit 2 perc és 10 pontot gyűjthettek. Ez bogozd ki, légy szíves. Ellenőrizd minden égőt. Hopp, tényleg nem kevés, de van időd. Kigubancolni ezt? És ezt neked kell csinálni, ez a leggurvább. Én nézem. Nem. Az jó, mert ezt három napja csináltuk. Én nem, múlt hétvégén csak kezdhetjük is. 3, 2, 1. Okay, fogd kicsi. A izét, amivel be kell dugni. Azt jó, okay. Így. Azaz, szuper, szuper, jó, jók leszünk, kicsim. Figyelj, akkor nézem. Én ezt fogom és te csinálod. Jó. Keressük meg a végét. És oda tudjátok bedugni pont, majd. Pont ezért nem jó, hogyha csak úgy nekiesünk, őrült mód. Igen, jó, várjál, én így leteszem. Ne hergel, semmi ez, baj. Nem hergel magam. így rázd le, csak gyorsan. Utálom ezt. Én is. Ó, most törted szét! Nyugi, szerelem, nyugi. De én nyugodt vagyok kicsikén. Ja, akkor csak én vagyok. Mondom, hogy nem díszítettem. Na jól van, figyelj, megkeresem a konnektort. Ja, kösz. Szerintem kezd is el feltekerni rá, mert legalább akkor itt nem gubancolódik tovább. Milyen jó ötleteid vannak. Ugye, ugye? De kicsim, nem segíthetek? De akarod, azért segítesz, hogyha nem csinálok semmit. Jó. Finoman, finoman. Harry, ez nagyon nem tetszik nem nekem. És nem lenne egyszerűbb erről kigubancolni? Hát, szerelmem. Jó, várj, várj! Elkezdem itt rátenni. Fogalmas is, hogy kell kezdeni, így fogjuk. Csak csináld! Jó, Ági, ha téped, akkor összehúzódik. Dehogy húzódik össze. Hogy lehet? Oké. Okay. Kicsit gyorsabban kéne, mert most már... Ah, lehet, hogy ezzel te... Ah, megvan a technika, csak tágítani kell! Jó, nem áll, hát összegoncolod még én? Vagy még nem volt kigoncolod? Nem, aki van ez. Jó. Így rázd tét, nézd ott! Várj. Nem, itt jön, ott kell szétszedni. Így már világít is, nézd már, mindjárt kész, gyere. Úristen, Harry, most már bedughatom? Nem. Oké, okay, az dugd át. Jó, mehet föl. Gyorsan! Jó, úristen, akkor most dugd be, dugd be, dugd be. Dugom, már dugom. És kész! Harry, 3 másodperc, 2, 1 és lejárt. 10 másodperc. Ott kicsit izé gubancos meg. Szép így, elfogadjátok? Na ezért díszítem otthon én a fát egyébként, tehát a fa díszít is az én feladatom. Amúgy esküszöm nem rossz. A feladat az összes gömb dísz felhelyezése a fára. Jó. 50 darab dísz van, 50 pontot tudtok szerezni, és az időlimit 2 perc. Hogyha szeretnétek és nagyon ügyesek vagytok, szaloncukor felhelyezésével plusz pontot tudtok szerezni, de azzal már csak akkor foglalkozzatok, hogyha minden dísz fent van. Akkor én elkezdem ezeket puffkampozni. De akkor én hogy kezdjem? Hát úgy, hogy egyszerre elkezdjük felpakolni. Kéne, várj! Nem jó a logik. Jó, oké, valami lesz. Kamusztunk, amúgy minden nap díszítünk fel. Mi vagyunk az igás emberek. Na, Ági, osszuk szét. 2, 1. Jó, figyelj, ezt külön csináljunk. 2-t fogjál és tegyél fel, utána mész érte. Na, oké. Okay. Én nagyon lassúnak érzem magam. Jó. 1 percen belül meg kell lenni. Hát úgy érzem ebben, Henryék ügyesek. Csak ide felülre kell tennünk, ne hajolgassál semmit. Én nem hajolgatok el. Piff, húzd rá, akár egyre az összeset. Oké, okay, Henry, az lesz. Figyelj, ez nem lehet ide tenni. Azt hagytad a gömböket, a gömbökből van sok, ezt felrakom majd a végén el. Már oda raktam úgy a tetejére, az tök jó. Jaj, még ennyi van? Igen! Hát ez nagyon sok szerelem. Ezen nincs akasztó. Jó. Hát akkor... Fenn van. Lejárt! Tessék, tettünk még rá!
szaloncukrot is. Ezt meg megehetjük. 3, 2, 1. Remélem, hogy mi. 1, 2. Szaloncukor. Tegyem én. Ági, ha nem szólalsz meg, akkor visszük az 5 pontot. Drágám, csöndbe legyél. Nem szoktam csalni. Ez kaptós, ez jó. 1, 2. Szerintem szép. Amúgy nagyon ezt szép. Komolyan mondom, hogy szép. Szép. A negyedik és egyben utolsó feladat jön. 20 pontot tudtok szerezni összesen. Egy-egy ajándék 10-10 pontot fog érni. A feladat pedig, hogy becsomagoljátok minél gyorsabban ezt a két ajándékot, az egyik a Mikulás, a gyerekeknek, és a másik a könyv. Szóval Peti és Boginál újságpapírt fogunk használni csomagolópapír helyett. Igen, hát azért használom csomagolópapír helyett újságpapírt, mert évek óta már újság, hogyha nem kuponokat veszek, akkor, és kézzelfogható tárgyban, akkor újságpapírokba szoktam csomagolni, mert hogy ez a pazarlás, ami ilyenkor történik, az ne történjen meg nálunk karácsonykor. Ezt én nagyon gyorsan megcsinom, undorítom. 3, 2, 1. Oké, kicsim, én szedem ki a Fellux darabokat, mert ez szokott, itt van az első, nézd. Ez szokott idegtépő lenni. Szerintem ez nem kell spórolni, ez a legjobb. Ez jó nagy papír! Tartsd meg, Léci, és nyomd össze. És jó, hosszú szerelem. De nézd meg, nem. A finomság, az a sok finomság, ami belém szorul. Az. Nem látszott, hogy ki az alja. Kötöző. Ennek miért nincs vége? Ez hogy működik? Ja, megvan. Gyorsan, kicsim. Ja, okay. Ezt nézd, ez sokkal könnyebb letépni. Az enyém kész van! Ez akkor fogd össze ott. Itt fogd össze, nézd. Fogom. Úristen, Harry, ez nagyon szép lett. Teked fel, így! Mit fogod szólni ez a gyerekek? Imádják, hogy egy csomót téphetnek le róla, így! Tadán! Megkapjátok a 20 pont. Nagyon jó szívű vagy ma. Azt kell mondani, hogy nagyon jó szívű vagy. Ilyen ajándékot kapnék. Hát én sírnék. Igen, ki se bontanám. Ez nem túl az ajándéknek a része. Tehát mi az ajándék mellé csomagoltunk egy csomagoló papírt, hogyha valakinek esetleg ez az ajándék, amit tőlünk kap, nem tetszik, át tudja csomagolni és tovább tudja adni. A könyvet elfogadjuk. Sehol. A Mikulás. Szerintem, baby. Ne túlték. Tetszik. Hát most bocsánat, megkérdezem a nézőket, felismerné valaki, hogy ebben milyen ajándék van? Figyeld, attól, hogy ha így használtad a baltát, én esküszöm, büszke vagyok. Arra én is amúgy, mert én nem baltáztam még. Mindig féltem, hogy így levágom a lábujjam. Ahhoz képest, hogy ugye 15 pontot veszítettetek az elején, igazából jó okból, mert környezettudatosság miatt, de itt 15 pontot veszítettetek, ennek ellenére sikerült annyira visszahoznatok magatokat a szaloncukorral, hogy 100-ból 97 pontot. 98 pontot gyűjtöttetek a 100-ból. Csodálatos! Azt a úristen! Nagyon király, köszönjük! Szép! Megjelentétek ezt! Király! Gyere, nincsen semmi baj. Gyere. Szeretnénk nagyon boldog karácsonyt kívánni nektek. Viszont, hogy még boldogabb legyen a karácsony és a jövő év, iratkozzatok fel a csatornára, mert jövőre nagyon-nagyon sok érdekes tartalommal készülünk nektek. Sziasztok!